Szervusztok, gyerekek, a Gubacsi útra tartok ezzel a petpalackkal. Hát a klíma nem valami nagyon remekel, de még mindig jobb, mint ha egy pusztulattal jöttünk volna. Ütközőt fogunk itt nyalogatni. Ha van egy pár percetek és érdekel, tartsatok velem. Épp egy kettől beindul a hurokvágányon. Hannoveri villamossal, ugyanis ha jól tudom, Hóvégéig innen egész Pest-Erzsébetig közlekedik, és a fennmaradó szakaszon legalábbis a Könyves Kálmán körútig biztos pótlóbusz közlekedik. Már is érkezik a következő járgány a Hurokba, mint látjátok, ez is Hannoveri. Mindennek a közlekedési zavarnak az oka, hogy itt a szabadkai vágánykapcsolatot, mint láthatjátok, cserélik, és ezért nem tud végigmenni a villamos. És akkor itt láthatok a részletes paraméterek egy hatalmas táblán, az elhagyott Gubacsi úti megállóban. Akit érdekel, az itt megállítja, és elolvassa magának. Jó pár busz áll itt, gondolom a fele az villamospótló lesz. Volt taxis kollégám, szintén Tibusz vezeti a buszt, és áll föl trefre, szépen a tábla van a lába. Ez lesz az útvonalunk, és ezzel a busszal fogunk egy kört menni. Tehát ott a hármas leszálló helyén pakol le a 2B villamos, és ha lesz átszálló utas, akkor onnan fognak ide sétálni. Műszaki másfél óra? Egy óra. Már is indulunk a pusztulattal, elvileg klímás. De hát Tibi beszámolója szerint csak a vezetőfülkében hűvös úgy, ahogy. És akkor irány a Lurdi ház. Irány a Gubacsi út alsó széle közepe. Első megálló a Fegyvergyár utca. Ezen a szakaszon ugye nincs probléma, a villamos megállóban tud a busz is utast cserélni. Vonal egyébként is kapható, bár érdeklődés nem igazán van irányba. Kár, hogy nem mutattam, hogy fordul rá a busz a vágányra. A Magyar Aszfalt és a Hentes utca között. Le is jöttünk, nem tudom, hogy miért. Úgy látszik, a Koppány utcánál nem a villamos megállóban fogunk megállni. És akkor itt Koppány utcán jobbra fordulva
megyünk át a Master utcára. És akkor így a végére. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Kedves Tibi barátomat megkértem, hogy nagyjából a kezelőszerveket mutassa meg, hogy... Nagyszerű holland gyártmányú busz. Azt hiszem, nem vagyok benne teljesen biztos, az a márkája a busznak, hogy van hol. Ezek itt a ajtónyitó, nyitó, csukó szerkezetek. Tehát a pirosak. Így van. Ez itt a sebességváltó. Itt lehet kapcsolni a belső világítást, külső lámpát, vészvillogó, minden egyéb más. Itt a klímának a berendezése, a utastér, elől a sofőrnek, ugye a klasszikus kézifék. Jaj, de jó. Egyik pirosat megnyomjuk, akkor neki áll csöngetni. Megnyomjuk az árógombot és csukódik az ajtó. Becsukódott az ajtó. Megnyomjuk egyszer a parkféket, ami kioldott. És lehet haladni a busszal. Hát ez valami csodálatos. Nagyságrendileg ennyi, pofon egyszerű. De most nem fogunk elindulni, mert fizikai akadályba ütköznénk.
Na, még a tolatást mutassuk meg. A tolatás az úgy néz ki, hogy a sebességváltón megnyomjuk a rükkfert gombot, nekiáll szirénázni, ott lehet látni, hogy mi történik a busz mögött. Belengedjük a féket, akkor megy szépen. És akkor magától el is indul. Hát ez valami fenomenális. És egy másik napon már folytatódik, és a felújítás térben és időben máshonnan búcsúzom tőletek. Örülök, ha megnéztétek a videót. Sziasztok!